A megnyitón résztvevők próbálgatják a hangszereket Pakson a Csengei Dénes Kulturális Központ alaksorában, ahol egy próbatermet alakítottak ki. A stúdió amatőr és profi zenekaroknak nyújt próbálási lehetőséget, illetve kamaszoknak, diákoknak és fiataloknak közösségi teret, ahol összejöhetnek zenét hallgatni, beszélgetni. De felolvasó estekre és kisebb amatőr színjátszásra is használható a kisméretű színpad és a helyiség körülbelül 30-35 ember fér el, de az már szűkös, és hát ugye a színpad adta egyéb lehetőségekből, akár az amatőr színjátszók is, illetve a nevéből adódóan Árkád Dia, Dia vetítéseket, úti beszámolókat is szeretnénk ezen a helyszínen megvalósítani. Teljesen fel van szerelve az alaksori próbaterem, így van benne egy teljes dobfelszerelés, basszus és gitár alap, erősítő fejkeverő pult, monitor, hangszórok, mikrofonok, állványok. A berendezést pályázati pénzből sikerült megvásárolni. A cssengédénes kulturális központ ezt egyrészt ugye az emberi Erőforrások minisztérium által biztosított keretből, másrészt saját forrásból valósította meg, és én még egyszer hangsúlyozom, hogy ez az ötlet, ez, ez egy igazán jó ötlet volt, és remélem, hogy a fiatalok is minél többen jönnek majd ide, ugyanúgy, ahogy a zenekarok is. Az átadás után nyitó koncert volt az Arkádia névre keresztelt új próbateremben a Balanceville Group lépett fel.